A nyitófordulóban aratott hazai győzelmet követően két meccset idegenben játszott a nyíregyházi Kossársuli az amatőr NBA zöld csoportjában. Farkasinszky Gyuláné tanítványai a Kislenke Kosárlabda Akadémia otthonában 15 pontos győzelmet arattak úgy, hogy sérülés miatt elveszítette két játékosát a csapat. Baján 4 kadettkorú kosárassal a soraiban állt ki az NKS, amely végül 26 pontos vereséget szenvedett a hazaiaktól. Kislenkéhez úgy mentünk föl, hogy a lányoknak szalagavatója volt, tehát nem igazán kipihenve érkeztünk, tehát ezért inkább nagyobb teher hárult azokra a játékosokra, akik ugye vagy az idősebb generáció, vagy a fiatalabbak, aki ugye ezen a rendezvényen nem vettek részt. És igazából elégedetek nem nagyon lehettünk, mert nagyon sok hibával játszott a csapat. És sajnos, hogy ezen a mérkőzésen két játékosunk meg is sérült, a két orsi, tehát a Farkasinszky és a Kovács orsi, és ez egyértelműen rányomta a bélyegét a következő mérkőzésre, a Bayern elleni mérkőzésre, tehát hogy orsiát nem tudtuk elvinni, így palánk alatt egyértelműen sokkal gyengébbek voltunk, mint az ellenfél, és a Kovács orsinak is azért a szervezőjátéka, a kinti dobó formája az igencsak hiányzott azon a mérkőzésen. A nyíregyházi Kossársuli vasárnap a Diósgyőr U23-as csapatához látogat. A két együttes az elmúlt években rendre nagy csatát vívott egymással. Nekik megvannak most is azok a játékosaik, akik az áskerettel edzenek, és ugye azok azért egészen más ritmusban dolgoznak, arra nem beszél, hogy ők nem annyi edzésszámmal dolgoznak, mint mi. Tehát hiába tudunk mi nagyon sok mindent a kosárlabdából, tehát az a dinamikus, az erő, amit ők képviselnek, tehát az nekünk maximálisan koncentráltan kell játszanunk, hogy mi meg tudjuk őket venni. Én azért bízom benne, hogy a rutin és az, hogy most már legalább az egyik orsi játékra fogható, elég lesz ahhoz, hogy ezt a mérkőzést idegenben is nyerni tudjuk. Az amatőr NBA zöld csoportját a TFS-e második csapata vezeti, 5 mérkőzésen aratott 5 győzelmével, megelőzve az egyaránt 4-1-es mutatóval álló Szekszárd 2-t, Baját és Kanizsai Vadnacskákat. A nyíregyházi Kossársuli 2 győzelemmel és 1 vereséggel jelenleg a 6. helyen áll a 14 csapatot számláló mezőnyben.